Szeretettel köszöntök mindenkit kora reggel, amikor jó egy-egy bibliaverset felidézni, és annak erejével útnak indulni, annak erejével elkezdeni a napunkat. A mai alkalommal legyen ez a biblia verse a példabeszédek könyve 22. fejezet 3. verse, melyet később csak nem azonos formában a 27. fejezet is megismétel, ez így hangzik. Az SS meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolondok neki mennek, és kárát vallják. Két emberi magatartást állít elénk ez, két emberi magatartást három ezer évvel ezelőttről. Akkor is ez volt a helyzet, és ma is ugyanez a helyzet. A díszletek változhattak, az ember alig ha. Mindig van egy jó út, ami előttünk áll, és mindig van egy rossz út, amin sokszor elkezdjük a menetelünket. Mi is ez a rossz út? Meglátni a bajt, és rögtön neki menni. A bajok az esetek többségében rögtön nem kezelhetők. Nem tudom, hogy ki jött rá erre, vagy ki jött hasonló életfelfogásra, én az évtizedek során erre jöttem rá, hogy a bajok azon melegükben sokszor inkább megégetnek, de kezelni nagyon nehéz kezelni őket, főleg, hogyha nagyobb bajról van szó. Persze van egy-két százalék, amikor gyorsan kell cselekedni, hirtelen kell valamit kimondani, főleg nemet mondani, de a bajok általában csak türelemmel, csak odafigyeléssel, és csak isteni segítséggel kezelhetők. Ezt lelent, tehát bolond emberi magatartás az, hogy ha meglátjuk a bajokat, akkor nekik megyünk. Hányszor és hányszor megyünk neki a dolgoknak, hányszor és hányszor beszélünk túl gyorsan, nyilvánítunk véleményt megföllebbezhetetlenül, és különleges hangnemekben. Hányszor és hányszor akarjuk rögtön elvágni azt a bizonyos Gordiusi csomót, vagy maradjunk közelebb egy huszárvágással megoldani a dolgokat, de ez esztelen bolond magatartás, és mi magunk is kárát vajuk, nem csak a másik, nem csak a maga az ügy, hanem mi magunk is kárát valljuk a dolgoknak, mert nehéz már visszaszívni a kimondott szót, nehéz már az elrontott cselekedetet visszafele pörgetni, tehát nem is akarok erről sokat beszélni, hiszen nem erre szeretnék készletni senkit sem, hogy bolond vagy esztelen magatartást tanúsítva menjünk neki a dolgokat, aztán attól koldul mindenki, de legfőképpen önmagunk. Mi a helyes mi az eszes, mi az bölcs és értelmes magatartás. Az eszes meglátja a bajt, de errejti magát. Meglátni a bajt, ez az eszesnek is a szükséges magatartása. Befedni a tekintetünket, eliszkolni, hátrébb húzódni. Nem, nem, a Biblia soha nem ajánlja ezt, hogy legyünk megalkuvók, legyünk gyávák. Lássuk meg a bajunkat, és lássuk meg a bajokat, de lássuk meg. Ne rögtön neki menjünk, hanem lássuk meg, és amit meglátunk, azt kontrolláljuk valami mással is, például a meggondolással az eszes meglátja a bajt, de elrejti magát. Mi ez az elrejtettség? A Bibliának egyik érdekes kijelentése, érdekes szakkifejezése, terminus technikusa Elrejteni magunkat ez annyit jelent, hogy valakivel meg kellene beszélni a bajt. De a Biblia arra bátorít bennünket, hogy ne emberrel, ne emberekkel beszéljük meg a bajainkat hanem először öntsük ki a szívünket, mint a vizet az Isten előtt. Isten elé tárjuk a dolgainkat, az Isten szavába, az igébe kapaszkodjunk, hogy mit felel ő nekünk ebben és ebben a dologban. Az eszes magatartás, tehát nem az, hogy hunyjuk be a szemünket, az eszes magatartás nem az, hogy mindenhonnan nódalogjunk el, az eszes magatartás nem az, hogy hagyjuk, hogy mások oldják meg a kérdést, az eszes magatartás az, hogy Istenhez fordulok, és Isten elé viszem a pillanatnyi konfliktust, nehézséget, és Istentől várom a megvilágítást, Istentől várom az erőt, Istentől várom a megoldást, de van elrejtett életem, ó, milyen kevés embernek van elrejtett életem, a, az emberek ma nagyon is a felszínen élnek, gyorsan beszélnek, fecsegnek, kommentálnak, magyaráznak, leszólnak, vádolnak, Millió-millió dolog a felszínen. Engedjük egy kicsit a mélyre hullani a dolgokat. Engedjük egy kicsit, hogy megemészthetők legyenek a dolgok. És azzal a valakivel beszéljük meg, aki mindent tud, aki mindent lát, aki előre látta azt, amit mi csak most a, mostani pillanattól kezdve látunk. És nála ott van a megoldás. Az eszes meglátja a baj, de elrejti magát, a bolondok neki mennek és kárát vallják. A bolond magatartást azt utasítsuk el, és zárjuk ki. Ez nem megy márul hónapra, mert olyan gyorsan jönnek a reflexek, a beidegződések, olyan gyorsan oldottunk meg mi dolgokat, már amennyire megoldottuk, inkább nem oldottuk meg, még tovább növeltük a bajt. Hát most szokjunk rá egy másik dologra, az elrejtett élet követésére. Ez csak megtérés által lehetséget, csak úgy, hogy Istenhez fordulunk, és Kérjük Őt, hogy térítsen bennünket magához, térítsen magához és térítsen magunkhoz. Az okos meglátja a bajt, de elrejti magát, a bolondok neki mennek és kárát vallják. Az előbbi jegyében tartalmas, gazdag, tapasztalatokban gazdag, szép napot kívánok mindenkinek.